Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Bérlet, bérlet, színházi bérlet! Jöjjenek, jöjjenek, mert gyorsan elfogynak a helyek! Három remek vígjátékot kínál a 2018-as tavaszi színházi évad a kiskunhalasi közönségnek. Az Asszony körbejárt című darab februárban, a Ne most drágám márciusban, a Boldogság pedig áprilisban lesz repertoáron. A publikumot többek között Szabó Sipos Barnabás, Csonka András, Pál Tamás, Pikali Gerda és Rékosi Károly szórakoztatja majd. A korábbi bérletesek január 16-án és 17-én, az új bérletesek pedig január 18-ától válthatják meg helyeiket nyitvatartási időben a közösségek házában. A bérletet itt keresse! A hősi halált halt katonákra emlékeztek, 75 évvel ezelőtt volt a Doni áttörés. Volt mit ünnepelniük. A legsikeresebb pénzügyi évét zárta a közel 400 főt foglalkoztató Mergau cégcsoport. Milliárdos beruházás a Tinódi utcán, a repülőgépek konyha blokkjai készülnek majd a felújított üzemben. Még nem késő jelentkezni, határvadász toborzót tartanak a foglalkoztatási hivatalban. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió hétfői hír összefoglalóját látják. A hősi halált halt magyar katonákra emlékeztek pénteken délután a közösségek házában. A Doni áttörés 75. évfordulóján a Szilády Áron Református Gimnázium pedagógusai által összeállított műsort tekinthették meg az érdeklődők a 9-es diákok előadásában. Mint elhangzott, szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett ebben a tragikus történelmi eseményben. 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős II. Magyar Hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. Rájuk emlékeztek pénteken délután a közösségek házában. A program a himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a Szilády Gimnázium műsora következett. Én vagyok a katona, az egykori fiatok és férjetek, a távolba kémlelő fivér, a hátizsákkal és derékszíjjal eltávozott, az ismeretlen és mindenkié, a katona, ki megy a hóban. A hallgatósággal beszédes Nagy Anikó történelem tanár osztotta meg gondolatait, aki a délszláv háborúk idején érkezett Kiskunhalasra családjával. Mint mondta, nagymamája testvére is részt vett a Doni csatában, Ferkó bácsi visszaemlékezéseiből hallhattak részleteket a tanárnő beszédében a jelenlévők. A következő állomás a Donbi része volt. Mivel az útász ezredhez tartoztam, kivezényelték minket, hogy az utakra vigyázzunk a hóban. Nagyon rosszak voltak a körülmények. Hideg volt, az öltözékünk pedig túl vékony. Sokan halálra fagytak. Az öltözék a mínusz 40 fokban. A Donkanyarnál az én feladatom volt az utak megtisztítása, mivel 70-80 cm-es volt. Az ágyukat pedig 100-200 méter kellett mozgatni kézzel, mivel már lóval sem rendelkeztünk. Azt a hat lovat is elvitték, amint volt. A műsorban helyet kapott a Székely Hadosztály indulója is. Jelszavunk, ne hagyd magad, ha még a régi honvéd vagy, légy meg a legszebb hazád! Hajtás, a légtán, csak 5 perc az élet, 5 perc és nincsen tovább. A megemlékezés második helyszíne a Hősök terén a II. Világháborús emlékműnél volt. A jelenlévők itt mécseseket, virágokat, koszorúkat helyeztek el. A Szilády Gimnázium műsorát összeállító Palásti Károly itt elmondta, kevés olyan család van, akiket ne érintett volna valamilyen módon ez a szomorú történelmi esemény.
nagyon közel van hozzánk ez az esemény. Közelebb, mint gondolnánk. Karácsonykor, amikor erre jártam, akkor láttam, hogy gyertyák égtek itt az oszlop tövében. Ez engem nagyon megérintett, és azt üzente, hogy még igenis emlékeznek a családok a II. Világháborúban ott maradt rokonaikra. A Doni áttörésnek a napját a Doni áttörés napján tartottuk ezt a megemlékezést, de valójában ez a megemlékezés szól az egész II. Világháborúnak és a II. Világháborúban elesett magyar hősöknek. És érdekes, hogy évek óta szerkeztem ezt a műsort, de mindig találunk olyan családi vonatkozást, hogy dédszülő, vagy tehát valahol a dédszülő generációjában találunk olyat, akinek van érintettsége. A program a szózat közös eléneklésével zárult. Ünnepelni gyűltek össze a Merkbau cégcsoport munkatársai a Horváth István sportcsarnokban. Megalapítása óta a legsikeresebb pénzügyi esztendőt zárta a tavalyi évben az építőipari tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó kiskunhalasi cég. Mint elhangzott, a 2018-as esztendő a fejlesztések éve lesz. A betonacél üzem után több új csarnokot építenek, valamint bővítik az egyre nagyobb forgalmat bonyolító kereskedelmi egységeiket is. A hangulatot a kiskunhalasi városi fúvós zenekar alapozta meg, a legnépszerűbb filmslágerekkel fogadták a vendégeket. Mint elhangzott, a Merkbau és a zenekar egy 6 esztendőre szóló támogatási megállapodást is kötött, így erősítve az eddigi együttműködésüket. A három tulajdonos ügyvezetővel Torma Szabolcsa, cég marketing vezetője beszélgetett. Knáb János műszaki igazgató a megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről tartott beszámolót. Knáb János úgy gondolja, már most jobbnak tűnnek a gazdasági mutatók, mint tavaly ilyenkor. Abszolút pozitívan látjuk mi is a 2018-as évet. Komoly áthozódó árbevétel állománnyal fordultunk, komolyabban, mint egyébként 16-ról 17-re, tehát a kiinduló pont jó. Az, hogy mit tudunk erre ráépíteni, ez a következő hetek, hónapoknak a munkája alapján fog eldőlni. Balanyi László gazdasági igazgató a legfontosabb számadatokat ismertette. Elhangzott, hogy minden részleg és ágazat kiemelkedő eredményt ért el. Merényi Jakab ügyvezető a várható telekvásárlásokról és bővítésekről osztott meg információkat a munkatársakkal. A Merkbaunál hagyomány, hogy ezen a rendezvényen ismerik el a legjobb teljesítmény nyújtó munkatársakat, akik a különböző beruházásokon példásan határidőre, sőt sok esetben a határidőt megelőzően elvégezték a munkát. 25 esztendeje dolgozik a Merkbaunál 4 munkatárs, ők is jutalmat vehettek át az ügyvezetőktől. Frank Négalló Tünde szerint a folyamatos stabilitás jellemzi a céget, így nem volt kérdés számára, hogy itt dolgozzon ilyen hosszú ideig. Egy biztonságos munkahelynek kell, hogy legyen, ott, ahol megbecsülik az embert, és ott, ahol nem gond az, hogyha 3 gyereke van az embernek, akkor is visszavárják mindenféleképpen, és mindenben segítenek ahhoz, hogy én a munkámat jól el is tudjam végezni. Teli van rengeteg sok feszültséggel, tehát nagyon sokszor küzdünk azért, hogy ez a cég így tudjon működni, ahogy működik. De van benne szépség is, tehát hogyha megnézzük azt, hogy milyen építmények keletkeznek a mi munkánk kapcsán, akkor azt gondolom, hogy megéri az, hogy mi így küzdünk ezért. A több milliárdos beruházások lebonyolítása nem kis feladat, sok egyeztetéssel, feszültséggel jár. Ám a jó kollektíva mindezeket mindig megoldja, véli Kormos Lórántné, aki maga is 25 éve dolgozik itt. Az kell hozzá, hogy mindenféleképpen segíteni akarjon az ember a másiknak. Tehát mindenféleképpen az úgy kell dolgoznunk, hogy figyelembe kell vennünk a másiknak a feladatát is, és arra is oda kell figyelnünk, és úgy kell a sajátunkat is végezni, hogy segítsük a másikat. Ráadásul a mi munkakörünk az eleve olyan, hogy a munkavédelemmel, környezetvédelemmel, minőségügyel, tűzvédelemmel foglalkozunk, ami mindig is olyan terület volt, ahol mindig együtt kellett dolgozni másokkal, és mindig másiknak a munkájára is voltunk egy kicsit utalva, meg segítenünk is kell mindig a mások munkáját, tehát ez a munkánkból adódik, hogy így kell dolgoznunk. A Merkbau kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a dolgozók motiváltan, szívesen dolgozzanak a cégnél. Munkából nem lesz hiány 2018-ban sem. A mi elképzelésünk e tekintetben az, hogy a meglévő munkatársainkat mindenképpen szeretnénk megtartani. Ezen túlmenően mindig kitűzünk egy kis célt, hogy próbáljunk fejleszteni például a szakmunkás sok tekintetében is,
megpróbálunk olyan környezetet teremteni, olyan munkamorált, olyan munkalehetőséget, ami alapján mégiscsak a Merkur Kft. Úgy bér és egyéb tekintetben is vonzóvá válik. A vacsorát követően a bajai bohémek fokozták a hangulatot, majd felléptek a Halas Tánc Együttes tagjai is, aki meg is táncoltatták a cég dolgozóit. Az est sztár vendége a bulibáró Kis Grofó volt. Megérkezett a térségbe az idei első hó. Halason kora délelőttől intenzív havazás indult, így gyorsan fehérbe borult a város. Óvatosan kellett közlekedni, hiszen a hótól nem látszódott, hogy hol vannak lefagyások, jeges felületek. A város üzemeltetés munkatársai elkezdték az ilyenkor szükséges munkálatokat. Az előrejelzések szerint még éjszaka, illetve holnap is lehet számítani havazásra, de akár ónos esőre is. Így továbbra is célszerű óvatosan közlekedni és a lakosságnak is gondoskodni arról, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok ne legyenek csúszósak. A kereszteződésekhez korábban kitett homokhalmokból is lehet használni erre a célra. Közlekedésrendészeti akciót tartott az 53-as számú főút Tompa és Halas közötti szakaszán a rendőrség. Az ellenőrzés elsősorban a megengedett legnagyobb sebességhatár betartásának ellenőrzésére, valamint a kanyarodási szabályok megszegésének kiszűrésére irányult. Azt a járművet vonták intézkedés alá, melynek sofőrje szabályt szegett. Néhány óra leforgása alatt összesen 24 személlyel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Közülük három fő azt a rendelkezésre álló bankkártyás mobil fizetőterminálnak köszönhetően a helyszínen ki is fizette. Az ellenőrzés a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság idegenrendészeti osztályának munkatársaival közösen történt. Az akció során migráns személyek után kutatva a járműveket is átvizsgálták. Az év végén már működhet az új üzem. A Pannonpur Kft. Beruházásának értéke eléri az 1 milliárd forintot. Repülőgépek konyha blokkjait gyártják majd a Tinódi utcai felújított üzemcsarnokokban. A tervek szerint legalább 50-60 embernek biztosítanak majd itt munkát. Itt a Tinódi utcai csarnokokban egykoron egy bútorgyártó cég üzemelt, majd hosszú évekig kihasználatlan volt a komplexum. Ebben az épület együttesben látott fantáziát Nagy Viktor, a Pannonpur Kft. Ügyvezetője. A mögöttünk lévő 2700 négyzetméteres csarnokban repülőgép belsőt szeretnénk gyártani, ezzel kiszolgáló helységből, úgy kelikből egészen pontosan, ami annyit tesz, hogy ahova a stewardessek betolják a kis kocsikat, mellékhelység, válaszfalak, ezeknek az egységeket szeretnénk itt a repülőgép gyártóknak elkészíteni, és mindegy kész element majd, amikor a repülőgépet összerakják, ezt majd behelyezzék. A felújítás átalakítás közel egy éve kezdődött el, a tetőszerkezet a szigetelés és a nyílászárók cseréjével. Az ügyvezető szerint mindent modernizálni kell, hiszen a repülőgép gyártásban nagyon komolyak a minőségi követelmények. Amikor átvettük ezt az ingatlant, hasonló falakat és nem megfelelő tetőt és padlózatot találtunk, nekiálltunk egy felújítási munkálatnak, most már a tetőszerkezet, a padló, most már látszódnak a külső falak is, hogy felújítás alatt állnak. Szeretnénk egy mai kornak megfelelő modern üzemet létrehozni ebből a régi csarnokból. Mint egy bútorlapot képzeljetek el, úgy fog kinézni maga a gyártási folyamat, hogy egy speciális bútorlapot fogunk készíteni kompozit anyagból. Ennek az a különlegessége, hogy nagyon könnyű, hiszen a repülőgépeknél az a fontos, hogy minél könnyebb anyagokat használjanak fel a gyártók, tehát fogunk itt egy alapanyagot gyártani, egy úgynevezett kompozit lemezt, és ennek a kész kompozit lemeznek a felhasználásával fogjuk ezeket a konyha, kiszolgáló és egyéb egységeket majd itt előállítani. Információink szerint ebben az üzemben az év vége felé már legalább 10 fő foglalkoztatását tervezik, főként gépkezelőkre, betanított munkásokra, dekorosokra és asztalosokra lesz szükség. Az ügyvezető elmondta, hogy nagyon szeretnék, ha főleg helyi vagy környékbeli emberek jönnének ide dolgozni. Ugyanez a szempont vezérelte őket akkor, amikor a jelenlegi kivitelezőket megbízták, hiszen most is halasi vagy a környékben működő cégek végeznek itt felújítási munkálatokat az üzemcsarnokban. Egy idős házaspár hívta telefonon a halasi rendőrkapitányság majsai rendőrőrsét.
A bejelentők elmondták, hogy a főutcában parkoló autójukba szerettek volna beszállni, de az indító kulcs az úton található lefolyóba esett. Az idős házaspár helyismerettel nem rendelkezett, ezért a rendőrség segítségét kérték abban, hogy szakembert találjanak. A rendőrös bűnügyi alosztály vezetője a hívást követően a helyszínre irányította két kollégáját, akik egy mágnes segítségével néhány perc alatt ki tudták emelni a lefolyóból a beesett kulcscsomót. A gyors rendőri segítségnek köszönhetően a bajba jutott házaspár röviddel ezután már el is tudta hagyni a helyszínt. Használják ki ezt a munkalehetőséget. Toborzó lesz január 17-én, azaz szerdán Kiskunhalason a foglalkoztatási hivatalban. Az országos rendőrfőkapitányság pályázatot hirdetett a készenléti rendőrség határvadász bevezési osztályainak állományába járőrtárs beosztás betöltésére. A pályázatra cselekvőképes 18. életévüket betöltött a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, melyet követően sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs rész szakképesítést szereznek. A résztvevők a képzés első 2 hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén a sikeres modulzáró vizsga letétele esetén a készenléti rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. A hősi halált halt katonákra emlékeztek, 75 évvel ezelőtt volt a Doni áttörés. Volt mit ünnepelniük. A legsikeresebb pénzügyi évét zárta a közel 400 főt foglalkoztató Mergau cégcsoport. Milliárdos beruházás a Tinódi utcán, a repülőgépek konyha blokkjai készülnek majd a felújított üzemben. Még nem késő jelentkezni, határvadász toborzót tartanak a foglalkoztatási hivatalban. Arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaik rovatunkat láthatják. Ebben egy 8 perces összeállítást mutatunk a Doni áttörés 75. évfordulójára rendezett ünnepségről. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!